Elégiája annak a versnek a címe, amiből ezeket a verssorokat választottam. A háború után írta, amikor kénytelen volt elhagyni a hazáját, Romániát, pontosabban a mezőséget. Második otthonában, Floridában kerestük fel, 1945 óta először. Most újra folytatjuk a beszélgetést, és körülnézek itt, olyan érzésem van, mintha a mesében lennék, vagy mint a Jókai Mórral beszélgetnék. Szóval ez valami hihetetlen, hogy két nemzedék nőtt föl az én hazámban, anélkül, hogy tudta volna, hogy létezik Vas Albert, aki elbújva itt Floridában, a dzsungelben él. És egyszerűen nem tudok még most se napirendre térni most már, hogy megismertem önt, és alig várom, hogy ez a műsor adásba kerüljön. És sokan megtudják, hogy ön létezik, ír, és azt hiszem, hogy 40 könyve jelent már meg. 42. 42. Hát mesél egy kicsit ezekről a könyvekről, azt hiszem ez a legfontosabb. Nem is tudom már, hogy mik azok. Jaj, dehogy nem. Nem is tudom már, tényleg. Ha most fel kellene számoljam, azt hiszem eljutnék 18-ig. De vannak ottan még mások is. De azt hiszem a lényeg, hogy minden könyvében... Valahol van egy lista. Valamelyik fiókban, amelyiknek az utolsó száma 42, tehát innen tudom, hogy 42. De azt hiszem bármiről ír, nem csak Erdélyről, hanem a amerikai élményeiről ír, akkor is valahol mindig Erdélyről szól ez a könyv. Igen, mert meg vagyok győződve, nekem az a meggyőződésem, hogy ez az én hivatásom. Ezt senki nem csinál. Senki nem csinált eddig se. És ez a hiba. Ez a baj. Senki se ezért nem tudnak Erdélyről. Az amerikai iskolákban elemi iskolától kezdve egészen fel az egyetemig azt tanulják, hogy Erdély a románok őshazája. Magyarokról nem tudnak semmit. Miért? Mert mi nem adtuk tudtukra. Mi úgy tele voltunk a saját nagyságunkkal, hogy nem éreztük magunkat méltónak az első világháború előtt és az első világháború után, hogy elvégezzük azt a felvilágosító munkát, amit aztán a csehek és a románok pompásan elvégeztek. Olyan pompásan, hogy oda most már nehéz behatolni. Tudnélik, az egyetemek világában ez így megy. Megjelenik egy könyv, egy történelmi tanulmány. Az listában van véve minden. Most valaki, mondjuk egy doktorátusi tézisen dolgozik, azzal kapcsolatban, arra hivatkozik. Most már arra hivatkozik, mint tényre, ami abban a könyvben van. Azt a hivatkozás, ez benne van nyomtatva, természetesen ebben is. Ez most egy láncolat lesz ebből. Amikor valaki ma elkezdi nézni, kutatni, hogy hogyan került ez a bizonyos adat, mondjuk, hogy Erdély román. Hol kezdődött? Majdnem lehetetlen megtalálni. Mert az egyik hivatkozik a másikra. Ez így megy tovább. És ennek az oka valami buta magyar büszkeség, vagy mi? Ennek az oka, én szerintem ezt szoktam, mikor én jártam magyar vidékekre beszélni arról, hogy kellene valamit csináljunk, mindig azt mondtam, hogy valószínűleg így kezdődött a baj. Minden követség mellett van egy kultúrataché. Annak a kultúrataséjának az az egyetlen dolga, hogy figyelje, hogy abban az országban mi jelenik meg nyomtatásban magyarokra vonatkozólag. És azt azonnal jelentse otthon,
és tegye meg a lépéseket, ha nem igaz. A mi, ahogy ki tudtam nyomozni, a mi utolsó kultúratasénk egy fiatal Széchenyi volt, már nem tudom melyik a sok közül, de egy fiatal Széchenyi volt, aki valószínűleg állandóan vagy golfozott és vadászott. Tehát azzal nem törődött, hogy amit kellett volna. Úgyhogy otthon nem is tudtunk arról, hogy itt mik jelennek meg nyomtatásban, milyen könyvek. Szakkönyvek, történelmi szakkönyvek, melyek ebben a magyarság csak egy kis indián törzs. Egy izgága kis törzsben mindig ezt hozzák fellenünk, hogy mi vagyunk a Európa legizgágább nációja. Erről mi a véleményem? Erről az a véleményem, hogy mi vagyunk Európa pontosan az ellenkezője. Van itt egy nagyon jó amerikai kifejezés, amelyik azt mondja, hogy sucker, ez nem is tudom, hogy fordítsam le magyarra, pali, mi vagyunk a világ legpalibb népe, mert a mi égiszünk alatt, a mi segítségünkkel letelepedtek idegenek a mi országunkban, kövérre hisztak, elszaporodtak, átvették az uralmat, és most azt hirdetik, hogy mi nem is léteztünk. Az első román írás, nyomtatás magyar nyomdában készült, magyarok írták, hogy szegény románoknak legyen a Bibliájuk románul. Magyar fordította le, és magyar fizette a nyomdát, hogy megkapassák a román Bibliát. És attól kezdve egészen Góga Oktáviáni, Gógának az első versei. Ez egy erdélyi román költő volt. Az első versei. Magyarok adták ki, a Minerva kiadóvállalat Kolozsvárt. Szóval mi segítettük őket kultúrához. Mi olyan jók voltunk mindenkihez. Ami sajnos, aminek kárát vallottuk a végén. Szóval itten van a baj. És ezen ma már nagyon-nagyon nehéz segíteni. Mert az ember, például én, mint egyetemi tanár elmentem, meghívtak, hogy egy másik egyetemhez, hogy ott tartsak előadást Erdélyről, türelmesen végighallgatják, és a végén azt mondják, hogy ez mind nagyon szép, de a tudományos könyvek egészen másképpen mondják. A uraságod egy kicsit elfogult. Szóval én a Romániával, Kolozsvár találkoztam. A találkozás egy nagyon érdekes körülmények között történt. Január 19-én, 1919-ben. Én akkor 12. évemben voltam. És ott volt egy nagy tüntetés január 19-én a New York szálloda előtt, ahol egy francia tábornok, a nevére már nem emlékszem, de benne van a történelem könyvekben a neve. Ő volt ott, és a magyarok küldöttségben mentek oda kérni, hogy szabadítsanak meg a románoktól. Na, ott a főtér megtelt teljesen emberekkel, én is ott voltam közöttük, családom minden tagja szétszóródva. És akkor körülvették a tömeget a román katonák, és kezdtek lőni a tömegre. Életemben olyan sebesen még nem futottam. Ha tudtam volna később életemben úgy szaladni, mint ahogy akkor szaladtam, akkor az olimpiászra küldtek volna. Emlékszem, hogy konflisok parkoltak ott a főtérnek az egyik oldalán. Két ember már ugrott be a kocsiba, mikor én keresztül ugrottam a kocsin a két ember mellett, és úgy szaladtam, és emlékszem, még ma is látom, a kövezeten szikráztak a golyók. De a Deák Ferenc utcában laktam, tehát közel kellett szaladnom, és én befutottam baj nélkül, de láttam a szemközti ablakból egy román tiszt pisztollyal lőtt a tömegbe, jól célozva. Már jól célozva, azt nem tudom, de célozva. A nevelőm, aki Sós Béla volt, később a
debreceni leánynevelő intézetnek volt az igazgatója. Misót annak a neve, már nem tudom. Elég az hozzá, hogy ő volt a nevelő, őt a térdét lőtték el. Apámat, a nővérét, azt elfogták. Ők a Fellegvárban töltöttek egy hetet mind a ketten. De ez még a régi jó királyi világban volt, akkor még nem pofozták és verték az embert, mint ahogy manapság csinálják. Csak mindössze nem adtak nekik enni. És piszkos volt minden, persze. Apám egy rakás viccet hozott haza onnan a románokra. Szóval itt találkoztam Romániával. És attól kezdve aztán meg kellett tanuljak kisebbségi sorsban élni. Amit megtanultam. És megint csak úgy mondj itt, mint ahogy itt is. Annyiban szerencsém volt, hogy amikor katonáskodásra került a sor, akkor én már elvégeztem az egyetemet Debrecenben, és mielőtt tovább mentem volna, behívtak. Ekkor volt a román királynak az az ötlete, hogy keverni kell az erdélyi magyar arisztokráciát a román arisztokráciával. Tehát az én korosztályomat behívták Bukarestbe a királyné gárda huszárjai közé. Egy nagyon-nagyon előkelő gárda ezred volt. Olyan balkánian nagyszerű volt, hogy például a zörmester vigyázban állt előttem, és engedelmet kért, hogy megmondjon valamit. Vadászni vittek állandóan, a Kantakuzinók, Stirbé, szóval ilyenekkel voltam együtt. És a katonáskodás az nagyon kevés volt. Lovagolni azt természetesen tudtam, szóval nem volt baj. De a lovamat is más pucolta, a nyergemet is másra karítottam, még a csizmámat is más pucolta. Szóval így lettem hadnagy, ami nagyon jó volt. Mert valahányszor később, mikor én már kikerültem onnan, már kezdett nehezebb lenni a helyzet. Kezdett a jobb oldal előre törni, és a magyar üldözés kezdetét vette, de például ilyenek dolgok voltak. A szomszéd községbeli Fekete Laki, magyar református lelkész, akart egy táncmulatságot rendezni, hogy új fedelet tegyenek a templomra. Nem kapta meg az engedélyt. A csendőrőrmester volt az, aki letiltotta, mert közveszélyes. Erre felvettem Rosior hadnagyi egyenruhámat, bementem a Mócsi csendőrőrsre, és úgy lehordtam azt a csendőrőrmestert, hogy nem győzött haptákba állni előttem. Jól lehordtam. Bukaresti tájszólással. Mert ott tanultam meg jó románul. Tehát persze rögtön minden megvolt. Valahányszor egy hivatalba kellett elmenjek, felvettem a Rosiori egyenruhámat, és egyszerre minden megvolt. Na aztán jött a felszabadulás. Itt most az volt, itt van egy humoros dolog ezzel kapcsolatban. Amikor engem átképzésre behívtak, akkor már két doktorátusom is volt, és ismert voltam már, mint író, de egy kis tizedes odaállt elénk, a lóistállóban, végnézett minket, mind velem egyidősek voltak, sőt idősebb is. Volt ott törvényszéki bíró, ügyvéd, mindenféle közöttük. Végnézett rajtunk, és rámutatott egy lócitromra. Szóval látják azt? Maguk még annál is semmibbek. Maguk senkik és semmik. Az én feladatom, hogy embert csináljak magukból. Hát ez nagyon kedves emlékem. És ugyanakkor egy másik kedves emlékem volt, hogy ugyancsak zokon vették tőlem a századosom, hogy én hadnagy voltam a románia hadseregben, egy kicsit úgy kezelt, mint hazaárulót. Hogy a jó magyar, az nem lehetett hadnagy. Na aztán megvoltunk úgy, ahogy akkoriban volt a törzsasztalunk Kolozsvárt a kávéházban, belvárosi kávéházban.
Ott voltunk Kós Károllyal, Tamás Járonnal, Nyírő Józseffel találkoztunk. Gyakran ott. És egy ilyen alkalommal, ez nagyon kedves történetem megint, egy ilyen alkalommal, ez már azt hiszem a második évben volt. Felszabadulás második évben. Egy ilyen találkozáskor Tamás Járonka nagy keserűségek megmondja, elmondja, hogy az ő farkaslakáról a székelyek felmentek Budapestre, hogy engedélyt kérjenek arra, hogy megnyithassák újra a SZESZ főzdéjüket. Ebből pénzelt a falu. Ott tartózkodtak egy hétig, és nem jutottak el sehol, semmire. Még csak be se jutottak a méltóságos úrhoz. A méltóságos úr az azt hiszem valami kormánybiztos, Isten tudja mi volt, nem tudom. Már nem emlékszem a nevére se, de elég az, hogy azt mondtam, hogy valószínűleg rossz helyen jártak, hát ez nevetséges. Tehát én fogadok, hogy én bemegyek, és 24 óra alatt megvan az engedély. Azt mondja Áron, könnyű neked? Beküldöd a névjegyedet. És persze, hogy megkapják, beengednek. De a székelyeket nem. Hát mondom, fogadjunk, hogy én felmegyek Budapestre, nem használom a névjegyemet. És megszerzem. Hát meg is tudtam, hogy hova kell menni. Egy méltóságos úr volt, nem tudom miért, de méltóságos úr volt. Mindenki méltóságos úr volt, aki egy irodában ült és titkárnője volt. Elég az hozzá, hogy bemegyek, és ott van egy titkárnő, a körmét cicomázza, beszél egy fiatal sülvény legénnyel, köhögök, meg se kérdik, hogy miért jöttem. Erre én elmondom, hogy miért jöttem. Végignéz mind a kettő, azt mondja, a méltóságos úr most el van foglalva. Hát mondom, akkor várok. Tehát leültem, és vártam. És vártam. Két óra múlva újra megemlítem, hogy még mindig itt vagyok, kérem. A méltóságos úr most kint van délebéden. Hát mondom, megvárom. Hát vártam. Jöttek, mentek az emberek. Engem még mindig nem volt. Végén már nekem haza kellett menni. Tehát beismertem, hogy elvesztettem a fogadást, kivettem a névjegyemet. Oda tettem a kisasszonynak, mondom, nézze, vigye ezt be a méltóságos úrnak. És mondja meg neki, hogy egy mindössze 15 percen maradt hátra. És ez alatt a 15 perc alatt beszélni akarok vele. Úgy sürdöltek, jöttek ki, értem, vittek be minden bocsánat kérések közepette. Azt mondja, ha megtetszett volna mondani, hogy kihez van szerencsénk, mondom, én azért jöttem, hogy a székelyek dolgában végezzek valamit, nem azért, hogy beszéljek a méltóságos úrról. Hát persze a szeszfőző engedélyt megkapták 5 perc alatt, és minden rendben volt, és hazamentem, és be kellett ismerjem, hogy elvesztettem a fogadást. Igen, az élet, amelyikben én felnőttem, szép volt. Mondhatom azt, hogy még a román megszállás alatt is szép volt. A román királyságban tudnunk másképpen volt. Ott a magyaroknak tisztességük volt, és megbecsülték, mert értékes volt a legtöbb ember, hiszen mindenki, aki valamit tudott, valami ezért, akár egy jó mesterember, akár pedig szervező, az mind magyar volt. A 30-es évek közepétől, vagyis Hitler árnyéka volt az, amelyik kezdte elsötétíteni az egünket. Az ő találmánya volt a nemzeti szocializmus. És az aztán ment. Magyarországon átugrott egy kicsit, és Romániában, ott már például a háború kezdése előtt, vagyis már 38-39-ben, már nagyon urrá lett, már 39-ben dobták ki a magyarokat a menők a vasútkocsiból. És ekkor például nagyon sok románról tudok. Itt volt az egyik például, akiről már beszéltem, Popescu, a másik itt volt Oltjánu, Szászrégenben, aki fegyverkereskedő volt. A román néptanító azelőtt. Perfektű beszélt, magyarul-magyar iskolában végzett. És mikor kezdődött ez a magyar ellenesség, együtt utaztunk a vonaton
Vanosvásárhelyről, Szászrégenben. És magyarul beszéltünk természetesen. És egy ilyen diák, román diákcsoport ment végig a vonaton, és benyitottak a fülkénkbe, és hallották, a magyarul beszéltünk. És rámordultak, ismerték Olt Jánut, rámordultak, hogy román létedre hogy mersz magyarul beszélni? Na, ez a Popescu, ez a Olt Jánu, ez egy nagy darab ember volt, és hirtelen mérgű. Ez megmérgelődött, ez felkapta azt a diákot, és kidobta az ablakon, a menő kocsiból. És azt mondta a többinek, na így jártok ti mind. Itt mi Erdélyben vagyunk. Ha ti így akarok viselkedni, mint hogy a Balkánon szokás, akkor menjetek a Balkánra, Bukarestbe. Szóval voltak ilyenek, és ezekkel mi jól megfértünk. Ezekkel nem volt baj. És ezekkel együtt éltünk azelőtt is, ugye a háború előtti időkben. Ezekkel nem volt baj. Budapestről nincsenek szép emlékeim. Nincsenek rossz emlékeim se. Nem sok. De nincsenek szép emlékeim. Azt az életet, amit én Budapesten megismertem, az mint erdélyi embernek felkavarta a gyomromat. Még az írók társasága is. Eltöltöttem egy estét, életem legelveszettebb estéje volt, 60-i Lili szalonjában, Betlen Margittal és az irodalmi arisztokráciával hallgattam a beszédüket, Tamás Járonnal együtt voltunk, és a végén együtt ültünk a teremnek az egyik sarkában, egymásra néztünk, és azt mondtam, hogy mi a nyavaját keresünk mi itt, ebben az idegen világban. Hányban volt? Ez még a vécsi döntés előtti időkben volt, ez azt hiszem 37-ben lehetett, 37-38, valami olyasmi. Babicsot is ismerte? Ismertem, igen. Milyen volt, milyen ember volt Babics? Szigorú ember. Szigorú ember volt. Ő a szépnek volt a mestere. Írásban is, egyébben is. És szigorú volt a széppel szemben. Nagyszerű ember volt. Értékesen. Nem ismertem a nagyon jól. Talán háromszor, talán négyszer találkoztunk Budapesten. És aztán jött a háború. Katonának mentem. Meghódítottuk Ukrajnát. Valóban jó barátokra tettem szert Ukrajnában. Erről van valami érdekes történet? Erről Ukrajnából? Van. Egy bolond történet. Szabad? Ja. Elmerültem Ukrajnában. Én a huszárokkal kerültem ki a megszállónak. De minket aztán felbontottak önálló századokra, és az én századomat odaadták egy SS ezredhez, felderítőnek. Ami bolond dolog volt a mai modern világban lóháton felderíteni. Az ember céltábla volt. Elég az hozzá, hogy minket beszorítottak a Pripyat mocsarakra. És az ezredesem hivat, körül voltunk véve három, egy német ezred, egy magyar század, és körül voltunk véve három orosz hadosztállyal, és az német ezredes hivat sátrába, hogy azt mondja, hogy holnap reggel megadjuk magunkat. Hát mondom, maga megadja magát. Maga az én parancsnokságom alatt van. Mondom, nem, megadás terén nem. Azt mondja, hát nincs hova menni, én kipróbáltam a mocsarat, körül vagyunk véve mocsárra, nem lehet belemenni. Mondom, én mocsárban nőttem fel, nincs a mocsára, hogy ne lehessen belemenni. És ez most egy érdekes történet tűnik, én is rájöttem, hogy nem lehetett belemenni. Én kötelet kötöttem a derekamra,
és az egyik szakaszvezető tartotta a kötelet, és én bemásztam a mocsárba, és alámerültem, még úgy, hogy tanítják az embert, hasonmásza is, nem lehetett. Tehát nagyon el voltunk keseredve, és egész éjszaka ott ültem a mocsár szélén, egy tönkön, hogy mitevő legyek, én felelős voltam a magyar századért. Kora reggeli ködben két őzet látok, jönni felém, szaladva, nagy ugrásokkal, a mocsár felől. Meglátnak, megfordulnak, visszamennek. Hé, mondom, amit az ősz tud, én is tudok. Elhívtam a szakaszvetőt, a kötelet, és kikúsztam oda, ahol láttam, hogy ők megfordultak. Na, van egy mocsári fű, a fűlevele kerek, és olyan, mint egy szurony. Azokra ugráltak. Hát felkapaszkodom arra, ülni tudtam rajta. Úgyhogy kihoztam az egész századomat. Ilyen módon. 5 napig tartott, 5 napig nem ettünk semmit, és itt van egy kedves eset. 5 nap végén piszkosan, fáradtan, éhesen, rongyosan kiátérünk a túlsó végére, és ott van egy út, jön le a mocsárig, egy ilyen földúcs, megyünk azon körülbelül 1 kilométert, és ott van egy műút, és a műútnál egy barikád, és ott egy német katona. És a barikádon az áll, hogy verboten, tilos használni az utat. A katona leveszi a puskát, a hátra azt mondja, halt. Mondom, mi a bajod? Azt mondja, hogy vissza kell menjenek, ezt az utat nem lehet használni. Mondom, te buta, mi onnan jövünk, mi nem megyünk, mi jövünk. Az van kiírva, hogy nem lehet használni, nem lehet használni. Mondom, nézd, itt mögöttem van 86 éhes, rongyos, bosszus magyar. Szabadítsam őket, Reád. Még egy gomb sem marad utánad. Azt mondja, arra kivételesen mehetnek. Tehát átengedett. Na de most jön a történetnek a csattanója. Egy szerencsétlen ukrán faluba kerültünk, ahol már lakó nem volt, porrá volt rombolva minden bombázva. Egy ilyen kis büntetett falu volt. A romok között borzasztó éhesek voltunk. A romok között csak úgy nyüzsgött a sok patkány. Kihúzom a pisztolyomat, első lövésre meglőttem egy nagy kövér patkány. Azon nyomban tüzet gyújtottam, és ez volt a legjobb sült, amit életemben ettem. Ezt még itt is a nagy vendéglőkben mindig elmondom. Mikor jön a sef, azt mondja, jó-e a sültem? Azt mondom, jó, de te mennél jobbat is. Mi volt az? Mondom, egy patkány Ukrajnában. Hogy milyen buták voltunk, bolondok, valóban. Ha mentünk volna még 1,5 kilométer, ott volt egy folyó. A folyón voltak a községnek az összes kacsái és libái, oda menekültek. Ott lehetett aztán géppuskával libát lőni. De hát hiába. Így lett a patkány a legjobb sült, amit életemben láttam. Aztán a háború után hogyan tovább? Hát Németországban, Bajorországban kötöttem ki. Egy bajor parasztnál fent a hegyen találtunk egy házat. És én megtanítottam őt kertészetre. És ezért nekünk adott 2 szobát az emeleten, ahonnan, ahol a fiai laktak, akik a háborúban voltak. És ott éltem, ott írtam meg Funtinelli boszorkányt. Egy tönkre tettem le az írógépet, és én ültem a másik tönkön, kint az erdőben. Ott írtam. És ott kopogtatok javában, amikor meglátom az első amerikaiakat. 3 amerikai katona, ezek ott kerestek, hogy ki lakik hol, meglátnak ott engem kopogtatni, nem tudtam angolul egy szót se. Oda jönnek, mondják, hogy legitimáció. No, nekem nincs semmi. Paper. Nincs paper. Mondják, próbál megmagyarázni, én egy magyar író vagyok. Próbál magyarázni. Hungarian writer. Ennyit tudtam, hogy writer. De valahogy nem ment be a fejükbe. Végén azt mondom, Hungarian Shakespeare.
Erre röhögni kezd a három. Mr. Shakespeare, ó, de örvendünk, hogy megismerjük Mr. Shakespeare. Találtak egy bolondot az erdőben, aki azt hiszi, hogy a Shakespeare. Jó, Anna? Két hétre rá, igen, megtöltik a zsebemet csokoládéval, cigarettával, mindennel. Két hétre rá le kellett menni Köztingbe, a kisvárosba, az első papírt kapni az a katonai megszálló katonaságtól. És ott állok én is a sorban, hosszú sor. És egy katona megy arra, meglát, megnéz, elkezd kacagni. Oda megy az őrhöz, aki az kapuban állt, annak mond valamit, rám mutat. Bemegy, kijön még három katona, mind nevetnek. Oda jönnek hozzám, vállamra veregetnek, kiszednek a sorból, és bevisznek. Egyenesen a századoshoz. Hogy hát ez biztos Shakespeare. És hát nálam semmi egyéb, a katona iratomat nem akartam dicsekedni vele. Gondoltam, az veszedelmes lehet. Volt azonban egy névjegyem, ami még a Sorbonne időkből maradt, még franciául volt, és azt mondta, hogy Comte Albert Vas de Cege. Ugye cegei vasalvár. Ezt odaadtam a kapitánynak, az rögtön elfogadta, leírta, és így lettem én hivatalosan Vas de Cege. Minden papírom így van ma Amerikában. Így vándoroltam ki, mint Vas de Cege. A szorbonni papírom emlékére. Szóval ilyen kis kalandok. De annyi lenne, hogy 5 nap nem lenne elég elmondani mindent. Vas Albert, hontalanság elégiája. Részletek. Hol volt, hol nem volt. Régi erdő, boronaház, kék ég, patak, fenyőillat, napfény, virág, s békés mély csönd a fák alatt. Álmunkban ma is visszajárunk, nyugtalan bús kísértetek. Holtalan, sötét éjszakákon bekószáljuk a hegyeket. Nyögésünket meghallja olykor favágó, pásztor, orvadász, szökött rab, vándor úton álló, ki valahol rejtve ott tanyáz. Hallod-e már a patakot? Így csak a szalárd vize zúg. Kék ablakával néz a ház, és mosolyog a gyalogút. Kandalló tűz, kakukkos óra, csergepokróc és gyantaszak. Messze fent bőgnek a bikák, s a csönd, s az este alszanak. Szalárdi ház, erkélyes tornác, kakukkos óra, kandalló. A patak ma is zúg, tudom, hallgatja a vízirigó. A fenyvesek suhognak, érzem, és kérdezgetik, hol vagyok. Párát lelnek alkonyatkor a vadat rejtő katlanok. Valahol őrzi még titokban lábanyomát egy vadcsapás, s valahol a bükkös között céltalan bicska faragás. Jaj, meddig őrzi? Szálló évek pora vajon elfödi egyszer, s a hűs illatú erdőhomályban elvész a nyom is, mint az ember. Ebben a kénköves világban emlék belőlünk nem marad. Így tűnik el a holtsugár is, az éjfekete fák alatt. Szél járt a erdő, régi dal, szalárdi ház, fenyves patak. Nincs hely, hova temesselek. Nincs könnyem, hogy sirassalak. Vásott suhanc volt, jaj, az ember, gonosz varázsszerekkel játszott. S boszorkányos szelek kavarnak azóta embert és világot. Gyermekkorom, úgy érzem, néha tán nem is voltál. Csak a vágyam olvasott rólad valahol egy kopott, régi Bibliában. Vándor vagyok,
hazátalan. Kit tép a fájás, űz a baj. Idegen országutakon átokkal ver az ivatar. Utánam emléket a múlt, elfutó felhővel izen. Olyankor felnézek az égre, és úgy fáj a szívem. Thank you.